Farming találkozó a Népkertben. A környék középiskoláinak tanulói versenyeztek. Obi Fesztivál volt kedden az FC60 pályán. Köszöntöm nézőinket! Önök a 60 TV híradóját látják. Basa Boglárka vagyok. Jönnek a részletek. Majka koncert, Icarus busz, tuning autók és Bigfoot show. Többek között ezek is várják április 30-án a Népkertben azokat, akik kilátogatnak a 3. 60-i tuning és veterán autó találkozóra. Az idei már zsinórban a 3. alkalom lesz, hogy 60-ba érkeznek az ország legmenőbb tuning és veterán autói. A 2016-ban újjáélesztett rendezvénynek most is a Népkert ad otthont. Bagyinszky Gyula, a Média 60 Kft. Ügyvezetője, a rendezvény szervezője, a 60 TV kommentár című műsorában arról beszélt, most is minden korosztályt várnak a helyszínre. Ez egy szabadtéri rendezvény, főleg veterán és tuning autókat lehet majd itt a Népkertben megtalálni, de természetesen motoroknak is helyet adunk, illetve hát várunk nagyon sok szeretettel egy faros Icarus buszt, amit már korábbi években is meg lehetett tekinteni itt a Népkertben. Az ilyen eseményen elmaradhatatlan az autólimbó, a hangnyomásmérés, a kaszkadőr-show és a drift bemutató. Idén azonban Bigfoot show-t is tartanak. A korábbi években csak kiállított és a gyerekek által felmászható, beülhető Bigfoot, tehát ez az óriás kerekű autó, ez idén roncstaposással is szórakoztatni fogja a kiérkező közönséget, ami azt jelenti, hogy lehet látni, hogyan mozog ez az autó, hogyan megy át, mint gyakorlatilag az amerikai filmekben nagyon-nagyon jól lehetett látni, ahogy átmegy rengeteg autón. Itt is egy jó pár autót meg fog mászni, ezt hivatalosan roncstaposásnak hívjuk mi, tehát ez lesz az egyik idei évnek az egyik legnagyobb újdonsága. Készülünk egy katonai kiállítással is, és hogyha minden igaz, akkor egy BTR típusú katonai hordozójármű is meg fog jelenni a helyszínre, nyilván a már jól bevált tuning és veterán autók mellett. Az esemény házigazdája ezúttal is Fittikém lesz. A nap pedig Majka és Curtis élő koncertjével ér véget. Körzeti atlétikai diákolimpiát tartottak az FC60 pályán múlt héten. A város valamennyi középiskolájából, illetve a Március 15 középiskolából érkeztek diákok, hogy több atlétikai sportágban mérjék össze erőiket. Akik a legjobban teljesítettek, azok a megyei döntőben folytathatják a küzdelmet. Ez a fiú épp a távolugrás gyakorolja, itt pedig már a 3000 méteres futás zajlik. A bajza, a Széchenyi, a Diszi és a Március 15-e szakközépiskola diákjai mérték össze tudásukat atlétikai sportszámokban az FC60 pályán. Körzeti atlétikai diákolimpiát szerveztek csütörtökön a tanulóknak, ahová a diákok közül bárki jelentkezhetett, aki úgy érezte, hogy szívesen megmérkőzne a Heves megyei döntőbe való jutásért. A verseny több számban is zajlott 5.-6. korcsoportban. Atlétikában versenyeznek különböző futószámokban, 100 méter futás, 400 méter futás, 1500 méter futás, 3000 méter futás, ezen kívül távolugrást rendezünk, súlylökést, kislabdahajítást, zárószám lesz a 4x100-as döntők. Matula Zoltán, a Diszi diákja 800 méteres futásban már első helyen végzett, de ezen a napon megmérettette magát 1500 méteren is. Azt mondja, a jó eredményekhez tudatosan kell edzeni. Most egy rendeztek egy atlétika versenyt, arra pörgősen készültem hetekig, előtte ugye futófesztiválon értem el 3. helyezést, és azt mondom, hogy erre edzeni kell, tehát nem úgy, hogy valaki hozzáll, és akkor csak úgy, hogy ő majd lenyomja. Ez fokozott erőléti készséggel. Csáki Zeke Beril is komolyan vette ezt a diákolimpiát, szeretne a megyei döntőbe is bekerülni. Mint mondta, a testnevelési egyetem szerepel hosszú távú céljai között, ezért ezt a sportrendezvényt egyfajta felkészülésnek is tekinti. Több futószám is lezajlott, már én 800 méteres síkfutásban indultam, ezt sikeresen megnyertem. Ezután még majd váltók lesznek, 4x100 méteres váltók, ezen majd a bajzás csapatunkkal indulni is fogunk. Most még tart a távolugrás, és majd kezdődik nem sokára a kislabdadobás is. A verseny első helyezettjei az Egerben tartandó megyei diákolimpiára jutottak tovább, s akik ott is élmezőnyben végeznek, azok az országos diákolimpiai versenyre készülhetnek.
Ovi Fesztivált rendeztek kedden az FC 60 pályán. A városi óvodások örömmel vették birtokba a területet, hogy próbára tegyék a futballtudásukat és közösen mozogjanak. A programban összesen 226 óvodás vett részt, s a legfőbb cél a futball megszerettetése és a sport közös öröme volt. Kedden az óvodások vették birtokukba az FC 60 pályát, ugyanis ismét megszervezték számukra az Ovi Fesztivált. A sportesemény a Bozsik intézményi program része volt, melyet évente 4 alkalommal rendeznek meg a város valamennyi óvodai intézményének részvételével. Az FC 60 edzői hetente 1 alkalommal minden óvodába kijárnak, hogy a gyerekeknek megtanítsák a futball lényegét és megszerettessék velük a sportot. A keddi program célja leginkább a játék és a mozgás öröme volt. Minden évben 4 ilyen fesztivál van az óvodások részére, ahol megjelenik a város összes óvodája. Ősszel novemberben bonyolítottuk le, és most pedig áprilisban. Hát reméljük, hogy szép napos időben játszanak egyet a gyerekek. Itt arról szól az egész történet, hogy szeressék meg ezt a labdajátékot, ismerkedjenek a labdával, mozogjanak, fussanak, élvezzék ezt a pár percet, amit itt tölthetnek a futballpályán, érezzék magukat otthon. A gyerekek jó hangulata pedig nagyon is érezhető volt, a legtöbben vidáman és felszabarultan próbálták a labdát bekeríteni vagy gólokat rúgni. Azért jöttünk a Bozsik focira, mert el szerettünk volna jönni. Azért jöttünk, mert nagyon szeretünk focizni. Gólokat ki fog lőni? Én, meg én. A játékokban nem csak a fiúk, de a lányok is szívesen részt vettek, ők is ügyesen közreműködtek a csapatok sikerében. A labdát kell így berúgni a kapuba, meg ki kell védni. Lantosi Nimród a 60-i Varázskapu óvodából érkezett a társaival, azt mondja, nagyon szeret focizni, és a sport lényegét is régóta érti már. Hát az, hogy a kapu van, és abba bele kell rúgni a labdát, mert ugye egy labda is van, és ugye ez egy meccs. Győri Donát is jól érezte magát a sportnapon. Mint mondta, felnőttként futballedző szeretne lenni, de addig a legfőbb célja a sok mozgás. Jó, hogyha nyerünk kupákat és gólokat lövünk, hogy edzünk és kifáradjunk. Ezért jobb, hogyha kiedzünk magunkat, mert akkor otthon semmit a fürgeségünkbe nem törünk össze. A keddi Ovi Foci Fesztiválon 226 gyermek vett részt, akik az egy órás mozgás és gyakorlás után feltehetően kellemesen elfáradtak. Csütörtökön 17 órától a hódoltságkori anyagi kultúra megjelenéséről tart előadást Havasi Orsolya régész a 60-i Lajos Múzeumban. A téma az étkezés és leletanyag. Pénteken 17 órától Szent György napi vigasságokat tartanak a Grassalkovics művelődési házban. Ehhez kapcsolódóan népi játékokkal készülnek, és például kvízjátékkal és mesemondással várják a családokat. Csütörtökön kezdetben napos időre van kilátás, majd szeles, záporos, zivataros idő várható. Visszaesik a hőmérséklet, 22 fok körül alakul. Pénteken felhős, de száraz idő valószínű, 18-22 fok körüli maximumokkal. Hétvégén ismét nyáriasan meleg időig érkezik, 25 fok feletti maximumokkal. Kedves nézőink! Önök a 60 TV híradóját látták. Most a Kommenter című magazinműsorunk következik, melyben Fekete Gábor vendége, Bagyinszky Gyula, a Tuning és Veteránautó találkozó szervezője lesz. Ha tehetik, maradjanak velünk. Viszontlátásra!